Ezen az ikonon azokat a szent életű atyákat festették meg, akik itt, a kijevi barlangkolostorban leltek örök nyugalomra. Ő Szent Antonij, a kolostor alapítója. Mellette Szent Vladimir, az első kijevi nagyfejedelem. Ő fölötte Szent Boris herceg látható. Vladimirnak három fia volt, Szent Boris, Szent Gleb és a hatalombágyó Szviatopolk. Szviatopolk a kijevi trón iránt érzett oldhatatlan vágyától vezérelve elhatározta, hogy megöleti testvéreit, hogy így a trón egyedüli örökösévé váljon. Szent Boris és Gleb hercegek, el akarván kerülni a nagyobb vérontást, gonosz szándékával nem szálltak szembe. Önként Szviatopolk kardja alá hajtották fejüket. Ezen az ikonon látható magyar Szent Mózes is, az Úr kiválasztottja, aki a mai napig segíti a hozzáfordulókat a testi vágyak elleni küzdelmükben. Ím ezt tudjuk a boldog Mózesről. Származására nézve magyar volt, kegyeltje Borisnak. Ó, tiszteletre méltó! A gonosz ellenség a te uradra, Boris hercegre megátalkodott testvérgyilkosság által rátámadva téged is vele együtt akart elveszíteni, de te, megmenekülvén a gonosztól, a félelem miatt egy időre elrejtőztél, míg felfedezett téged az Úr, mint világítót, példaképpen minden szűk utat járó számára. Arcra szépnek, lélekben pedig fényesnek látott téged a bilincsekben egy fiatal özvegy. Az irántad való szerelem nyilától megsebesült, téged sokszor csábított, ó Szent. Kiváltalak a fogságból. Testi szépségeden, főleg pedig tiszta szavaidon a parázna nő csodálkozott, sokszorosan kísértett hízelgő szavaival, de te, ó boldogságos, okosan felelted. Kicsoda üdvözült, amikor asszonyra hallgatott. Amikor a szennyes asszony sokszorosan erőlködött a csábítással, sokszorosan felelted neki. Krisztusom vérével lévén megváltva, semmiképp sem leszek egy szégyentelen asszony szolgája. Én, aki asszony születésem óta nem ismerek. Eljövén az asszony ahhoz, aki fogva tartott téged, ó boldogságos. Pénzt adott érted, és megvásárolván elhatározta, hogy bűnös kötelékekkel kötözi össze lelkedet. Gazdag emberré és házam urává teszlek.
De te magadat a kereszttel körülvéve mentél az ő házába, énekelve. Nem félek a gonosztól, mert velem van Isten. Az az esztelen nő a te szellemi fényességedet nem tudván elviselni, ördögi sugallatra és sötét börtönbe vetett téged, ahol éhséggel és szomjúsággal kínzott, éhhalára szánt. De az Úr irgalmasságra hajlította az asszony egyik szolgáját, hogy téged titkon tápláljon. Sokan, ó szent, elhíresztelték, hogy úrnőd akaratának engedelmeskedtél, és te leszel a nőnek és egész vagyonának ura, amikor megparancsolta szolgáinak, hogy téged városain és falvain vezessenek át, és hódoljanak meg, mint uruknak. Íme az uratok, íme az uram. Nem tudsz elcsábítani a világ múló dolgaival. Sem lelkemnek gazdagságát nem tudod ellopni. A szenvedélyek mélységébe nem merültél el. Sem ruháidat a bűnökbe nem merítetted be, ó tisztelete méltó. Ezért téged, aki ezt kívántad, az Istentől tanított szerzetes titokban az angyali öltözetbe öltöztetett. És megtanított, hogy hogyan őrizd azt meg szeplőtelenül. És ne félj a félelemtől. A bűnös lángolás mélységében elmerül paráznak nő, kétségbe esve rólad táplált reménységében, súlyos sebeket bocsátott rád, ó tiszteletre méltó, mert megparancsolta, hogy kinyújtóztatva téged vassal verjenek úgy, hogy a föld teljen meg véreddel, te pedig ezeket háládatosan tűrve felkiáltottál. A romlásból, Istenem, vezess ki engem. Parázna nő orcátlanság nélkül húzott magával a szennyes egyesülésre, mert a te tisztaságodtól ékes szépségettől kívánt kielégülni. Megparancsolta, hogy erőszakkal fektessenek mellé az ágyba. Ne hidd, hogy nem tudom megtenni, amit akarsz. De Isten félelemből undorodom tőled, tisztátalantól. Szennyes ütéseket és nemző tagjaid levágását fogadva, ó szent, olyan voltál, mint a halott, és alig élve feküdtél. Ki
miután a fejedelem gonoszul kiadta lelkét, lázadás és zendülés támadt az emberek között, mert fellázadtak a szolgák és kiűzték uraikat, akikkel a téged kínzó parázna nő is elveszett, és a vér az ő fejére szállt.